aknés vagy pattanásos bőr nagyon sokak életét megkeseríti. Hát be kell vallanom, tínédzser koromban az enyémet is megkeserítette. Hogyan lehet hatékonyan ma ez ellen fellépni? Többféle megközelítés van, többféle eljárás van, amiről én tudok beszélni, az a lágy lézerkezelés. A lágy lézerek közül is van olyan hullámhossz, az úgynevezett kék ibolya, de köznyelven kék fénynek mondjuk. A kék fény, illetve a piros fény kombinációja, amivel érintésmentesen, fájdalommentesen, adott esetben nyomkodás nélkül lehet az aknés pattanásos bőrt kezelni. Csupán a lézer fénye képes arra, hogy ezeket a nagy göböket, hegeket? Hát igen, a lézer fénye, persze nem mindegy, hogy milyen lézer, milyen színű, azaz milyen hullámhosszú, mert ugye a hullámhossz határozza meg a színét, és fontos az, hogy megfelelő hullámhosszú lézerrel dolgozzon a kozmetikus, és igen, tehát a lágy lézer fényével nagyon jó eredményeket lehet elérni. Ezen kívül, tehát az aknés problémás bőrkezelésén kívül mire lehet még jó ezek a lézerfények? Anti-aging kezeléseket lehet vele végezni, ez az egyik. A lifting kezeléseknél nem csak az arc kontúrja, meg az anti-aging kezelések nem csak az arc kontúrja emelkedik meg, hanem a bőr szerkezete is megváltozik, a pórusok összehúzódnak, élettel telibb lesz a bőr. A másik, ami a felhasználhatóságát illeti, ugye az egészségügyben számos területen, humán egészségügyben, állategészségügyben számos területen használják a lágy lézert. Reumatológiában, fizikoterápiában, fogorvosi gyakorlatban, bőrgyógyászatban, sportorvoslásban nagyon jó eredményeket lehet vele elérni, és ezeken a területeken is lehet használni. Az akne kezeléseknél ugye sokszor probléma az, hogy az aknét kezelik, de utána ott maradnak a nyomok, ugye ilyen göbök, hegek, mélyedések maradnak az embereknek az arcán. Ha piros lézerrel kezeljük a kék lézeres kezelés után a bőrfelszín, akkor az segít a gyógyulásban, csökkenti a hegeknek a kialakulását, sokkal szebben gyógyul a bőr, serkenti a kollagén termelődést többek között, és az aknéknak a nyomai sokkal kevésbé maradnak meg, vagy nem maradnak meg, vagy sokkal visszafogottabban látszanak. A megfelelő hullámhosszú fény, amire reagálnak a sejtek, okiterápiaként tud működni, tehát azt a baktériumot öli egy biokémiai folyamat eredményeként, az a baktérium pusztul el, ami az aknét okozza. És ennek következtében a kék lézerrel magát az aknénak az okát, a pattanás okát lehet megszüntetni, és utána a piros lézerrel pedig nagyon szépen lehet a gyulladást lehúzni, az arcbőrnek a gyógyulását segíteni.